Azt szokták mondani, fentről lehet a legnagyobbat esni. Igaz, a csúcson sem feltétlen könnyű. Kadarkai Endre vagyok, ez pedig a Felfelé Zuhanás. A Podped és a YouTube csatornám közös podcastje. Egy sorozat közismert magyar ikonok sors tragédiájáról. Bukásuk vajon eleve elrendelt volt, vagy életük szerencsétlen fordulópontok után vált drámaivá? Lehetett volna másképp? Főszereplőink közül legtöbben már nincsenek köztünk, de szó lesz olyanokról is, akiknek története már életükben is sok tanulsággal szolgálhat. Nem a bulvár érdeklődés hajt, ahogy a vájkálás sem. Találgatások helyett beszélgessünk róluk nyíltan, értő figyelemmel, de tapintattal. Érdemes meghallgatni a műsor vágatlan, jóval hosszabb epizódjait a podpet.hu oldalon. Zámbó Jimmy alulról indult, és királyként távozott. Azon kevesek egyike, aki valóban sztárnak számított Magyarországon. Példátlan sikernek örvendett a 90-es években, sorra döntötte meg a lemezeladási rekordokat, miközben saját szórakoztató tévéműsora volt az RTL Klubban. Zámbó Jimmy ennek ellenére két végéről égette a gyertyát, hedonista életmódot folytatott. A Felfelé Zuhanás új epizódjában Jós Istvánnal, a Magneauto vezérigazgatójával, Árpa Attillával, a Dalban mondom el című műsorának producerével és Böcskei Balázs politikai elemzővel beszélgetek, aki kezdetektől fogva nyomon követte Zámbó Jimmy karrierjét. A műsor vágatlan epizódjait keressétek a podpet.hu-n. Úgy tudom, amikor Zoltán Erika fölhívta a figyelmed arra, hogy van itt valaki, aki énekel, és nagyon jó hangja van, te megfontolás tárgyává tetted, hogy egyáltalán meghallgasd-e, mert annyira ellentmondásos volt az ő megítélése. Milyen hírek terjedtek akkor, még a befutása előtt Zámbó Jimmyről? Arról az időszakról érdemes azt tudni, hogy aki az éjszakában énekelt, az nagyon kicsi eséllyel tudta megcélozni a sztárságot. Ugye, akit meg lehet egy vörös boros kóla mellett nézni, azt azért miért fizetnének nagy színpadon sok pénzt? Tehát amíg nem lehet valakit kiszedni az éjszakából, addig semmi értelme időt, pénzt belefektetni. És ez volt a helyzet tulajdonképpen a Zámbó Jimmyvel kapcsolatosan is. Tehát ez volt az első szempont, hogy amikor lementem a Casanova bárba, és meghallgattam, egyébként inkognitóba mentem le, és... Tehát ő nem tudott róla. Ő nem tudott róla. A portás tudta. Azért, mert szerettem volna úgy megnézni, hogyha ő készületlenül kapja ezt a megkeresést. Tehát ne tudjon arról, hogy valaki esetleg fontos ember keresi őt. Elbűvölt? Így látva őt? Nem ezt figyeltem. Én nem azt figyelem, hogy én mit gondolok csupán, hanem a környezetet. Ugye, amikor bemegy az ember egy éjszakai bárba, és abban az időben ugye stricik, váltósok, zöldségesek, butikusok, örömlányok, hát körülbelül ez volt az összetétel, hogy milyen, mit vált ki Jimmy az emberekből, én erre voltam kíváncsi. És egy félreeső asztalra sikerült leülnöm, és arra lettem figyelmes, hogy amikor ő elkezd énekelni és játszani, akkor ezek a sustorgások, beszélgetések, vihogások megszűnnek, és csak rá figyelnek. Tehát megállította a levegőt. És arra gondoltam, ha az még kétszer megismétli, akkor beszélgetek vele. Megismételte. Mindkétszer hasonló hatás, és nem ugyanazok az emberek voltak. És azt mondtam, hogy akkor ezt át kell tolni a közönség felé. Ő képességeit tekintve, lehetőségeit tekintve, kvalitásait tekintve alkalmasnak tartotta arra magát, hogy országos sztár legyen? Ő mindenre alkalmasnak tartotta magát. Mindenre? Mindenre. Tehát ez egy fontos dolog, hogy ő azt gondolta, hogy neki tulajdonképpen minden rendelkezésére áll a tehetségét illetően, csak segítség kell neki. Menedzsment kell, befektetés kell, és akkor ő bármire képes. Na, de tényleg az volt a híre korábban, hogy egy nehezen kezelhető ember? Nem csak ez volt a híre, hogy egy nagyon nehezen kezelhető ember volt, tehát én ezt tudtam. Csak arra gondoltam, hogy a szerelmeseknek és a művészeknek mindig többet szabad.
Tehát nekem a tűrés határom lényegesen nagyobb. Hát ha ugyanolyan ember jön be egy kiadóba, vagy úgy, valakit meglátok, és aranyos, és kedves, és szerény, és szófogadó, és intelligens, és udvarias, köszönjük szépen, könyvelünk az van, miatt nem keresünk. De mi mindent kellett elviselni? Nekik őrültek kellenek. Őrültek? Nekem, igen, elsősorban. Szélsőségek kellenek. És Jimmy a szélsőségek közt is szélsőség volt? Jimmy az elején rendkívül szófogadó volt. Tehát ugye sikeres akart lenni, és azt tudta, hogy azért itt egy alapvető kompromisszumokat biztosan, hogy meg kell kötnie. Ráadásul kapott pénzt is. Ráadásul annyi pénzt kapott a lemez felvételre, az első lemez felvételére, amivel úgy egy összegben nem találkozott még korábban. Megizavarta a fejét? Nem megzavarta, részben megnyugtatta, hogy ott hagyta az éjszakát, részben meg elkezdte komolyan venni azért az, hogy itt, ha ilyen pénzekről van szó, akkor komolyan kell venni. Tehát ezt a részét komolyan vette. Azt tudni kell, hogy a Jimmy a legpontosabb volt mindig a stúdióban. Tehát nem az volt, hogy figyelj, kifogyott a benzintank, el kellett, mert nem értem oda, semmi kamu nem volt. Tehát ha stúdiózásról volt szó, akkor az neki szentírás volt. Miben volt akkor, ha nem is összeférhetetlen, de kezelhetetlen? Inkább azt gondolom, hogyha volt egy sikere, senkivel nem akarta megosztani. Mit jelentett senkivel? Senkivel. Tehát sem a szerzőtársal, sem a stúdióban dolgozókkal, sem egy duettpartnerrel, tehát semmilyen közreműködővel, semmilyen sikert nem akart elosztani, mert neki az összes siker kellett egyedül, saját Szerinted magának. Miért? Mert... nem hosszú távra gondolkodott a Jimmy, mindig a pillanatnak élt. Tehát nem azt gondolta, hogy most én el fogok veszteni egy szerzőtársat, egy közreműködőt, hanem abban a pillanatban én akarom ezt a díjat átvenni. De mit akart ő bepótolni ennyire? Hihetetlen nagy kompenzációra volt neki szüksége az életében. Mivel kapcsolatban, vagy mivel szemben? Mindennel szemben, nagyon lentről jött, és bizonyítani akart. Nagy volt az elvárás a környezetében, mert ugye ő elmondta, hogy ő a király, meg elmondta, hogy már Amerikában tulajdonképpen szerződéseket toltak elé, csak hát ő nem vállalta, mert hát ő ugye egy lokálpatrióta, és ő nem tudja elképzelni az életét Magyarországon. Ezt most úgy mondod, mintha nem feltétlenül hinnéd el az utolsó mondatig. Én persze, hogy nem hiszem el. Én azért mondom, hogy ezt mondta. Tehát, hogy ez szerinted nem igaz? Ezt ő kitalálta? Én úgy gondolom, hogy ezt ő kitalálta. De miért? Hogy emelje az ázsióját? Mindenképpen ez a megint a kompenzálás. Tehát ő egyszerűen azt akarta, hogy ne higgyék, hogy ő egy csóri kis srác, ne higgyék azt, hogy ő nem sokkal többet ér. Tehát ő az értékét akarta mindig megemelni saját magának. Tehát nem kívülről várta igazán az elismerést rögtön, hanem először mindig föltette egy polcra azt, hogy ő hol van, és azt tessék elhinni, és tessék azonosulni vele. Hát a király is tulajdonképpen azért innen származik. Te rájöttél az ő személyiség képletének a mozgatórugóira? Mitől volt ő, és ezt Jós István mondta, kompenzációs kényszertől vert ember? Mit kompenzált ő? Tulajdonképpen nagyon sok mindent. Miközben az ország egyik legnépszerűbb és legsikeresebb énekese volt, valamiért mégis bizonyítási vágy volt benne. Hogy ez honnan fakad, azt azért nem tudom, mert én annyira azért nem foglalkoztam mondjuk a gyerekkorával, és nem voltam a terapeutája, és nem vagyok pszichológus. Azt tudom, hogy mindig nagyobbnak akart tűnni, mint amilyen volt, mindezt úgy, hogy már így is önmagához képest túl nagy volt. Mondasz erre egy példát? Számtalan példa van erre. Maga a viselkedése az, hogy sokat beszélt magáról, és hogy milyen van, mennyire van, milyen hangja van, milyen világsztárokkal van egy szinten szerinte. Tehát neki nem volt elég az, hogy a második legnagyobb mercie az övé, neki le kellett szedni azt a jelzést, hogy 400-as, és rárakni egy 600-ast, mert hogy az a legnagyobb, de neki mégis csak 400-as volt valójában, de kifelé mutassuk már azt, hogy neki van a legnagyobb, a legtöbb, a legszebb, a legértékesebb. Tehát valamiért, talán pont azért, mert ahonnan jött, ott nem volt semmije,
ez éltette őt. Tehát valamiért ez a egészen furcsa vonzás, tehát ez a materializmus, ami benne volt, és ami egyébként teljesen fölösleges és szükségtelen volt, mert érezte a rajongók szeretetét, a kollégák elismerését, a hangja vitathatatlan volt, a sikerei vitathatatlanak voltak, és a vagyona is igazából ott volt a helyén, tehát az, hogy miért akart mindig többnek és nagyobbnak tűnni, mint amilyen, azt én nem tudom, azt valószínűleg a múltjában, a gyerekkorában, vagy éppen egy szakember meg tudja ezt mondani, én nem, de látni, nyilván én is láttam, hogy azért ott nagyon-nagyon sok démon sündörög. Azt szokták mondani, hogy a pénzből nem mindig lehet sikert csinálni, de a sikerből ugye lehet sok pénz. És ebben valóban van valami, mert szokták mondani, hogy egy parfisnyelet, ha behozok, és van elég pénz és marketing, akkor abból is lehet sztárt csinálni. Ez persze nem igaz. És a Jimmyre visszatérve, ugye mindig, mire egy sztár, egy előadó, amikor álmodozik, azt mondja, nagy színpad, sok rengeteg lemezeladás, pénz, autó, ház, lakás, esetleg luxusnyaralás, hát álmodozik. Igen ám, akkor van probléma, amikor ez mind bejön. És amikor ott találja magát egy halom pénzzel, és akkor a kompenzáció itt jön, hogy hát nekem nem volt ennyi pénzem soha. Hát mit kell csinálni ennyi pénzzel? Hát hogy kinek adja, kinek ne adjak? Hova költsem, hova fektessem be? Ugye ez pont az az iparág, ez a zenebiznisz, vagy a zenészbiznisz, ha úgy tetszik, hogy nincs megtervezve előre, hogy megnyitok még egy éttermet, vagy a pék vagyok, mert csinálok egy nagyobb sütödét, hanem egyszerűen pénzügyi műveltség nélkül és előélet nélkül a csóriságból nem tudom másképp mondani, egyszerűen ott találom magam rengeteg pénzzel, sok millióval. Ugye mit tud általában egy magyar ember, azt tudják mennyi 10 millió forint, vagy tudják, hogy mennyi még 100 millió forint. De hogy mennyi egy fél milliárd vagy egy milliárd, de nem is tudnak mit kezdeni. Igen, te Jimmy már az a lépték volt? Igen. Igen, tehát ő nagyon sokat keresett, és nem tudott mit kezdeni, mert ugye az igényei azért korlátozottak voltak. Hát nem tudok annyit enni, nem tudok annyit inni, már nem kell még egy kocsi, a házat már megvettem, a fiamnak naponta adok pénzt, mert állandóan kér bármire. Tehát egyszerűen ott állt, és valamit lépni kéne csinálni. Hát tudom konkrétan, hogy hallott már valamit a tőzsdéről, és vett egy pár ilyen tőzsdei részvényt, és egy hónap múlva beszaladta az ügyintézőhöz, és kérdezte tőle, hogy most hogy áll ez a pénz, amit befektettem. Hát azt mondja, most hát a 34%-kal most lejjebb van. Akkor azonnal kiveszem. Tehát annyira nem tudta, hogy ez a egyáltalán befektetések, ezek hogy működnek. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ehhez az iparághoz ugyanúgy hozzátartozna a pszichológia, hozzátartozna a pénzügyi műveltség, hogy mi van akkor, ha minden bejön, amiről álmodozol. Akkor mit kell csinálni? Ugyanis az élvezeti irányba kezdett elfordulni a dolog. Ő szerinted ilyen értelemben már egy picit meg is hasonult? Köszönhetően annak, hogy nem volt átmenet az ismeretlenség és a irtóztató nagy sztárság között? Tehát ez már megmérgezte, megmételjezte az ő önértékelését, lelkét? Feltétlen. Feltétlen. Ugye azt szokták mondani, hogy tehát a motiváció eltűnik, amikor egyszerűen ott a pénz. Mert ha az volt az egyik fő motiváció, azon kívül, hogy tapsoljanak és szeressenek, hogy sok pénzem legyen, akkor az egyik az teljesült. És akkor már nem akarok annyira elmenni, fellépni. Úgy messze van. Hát az messze ezt van. Mondani? Hát nagy volt, amit nem volt kedve megcsinálni. Kicsit ki is égett? Azt mondom, hogy ő elfáradt tulajdonképpen. Azt mondtad egy interjúban, hogy akkor, amikor ő igazán csúcsra ért, már nem boldogan feküdt, és nem boldogan kelt fel. Ő nem volt egy boldog ember? Ő mindig a boldogságot kergette, és ő tulajdonképpen, őszintén megmondom, tehát ő egy jó lelkű ember volt. Amiért torzult, a körülmények torzították. Tehát oda akart mindig tartozni, ahol nem volt való. Szerinted kinek kellene bocsánatot kérnie Zámbó Jimmytől, ha kellene persze valakinek? Kell egyáltalán bocsánatot kérni, az abból is indul, hogy megsértették-e egyáltalán.
Zsámbó Jimmy-t. Én azt hiszem, hogy Zsámbó Jimmy, mint sértett ember nem létezik, vagy nem létezhetett, hiszen ő világéletben egy autentikus pozíciót nyomott, amely autentikusság tartalmáról persze lehet vitázni, és indokolt is vitázni, de kétségkívül ez a hedonista, önpusztító, megjátszós életmód, amit ő képviselt a zenén kívül, vagy bizonyos értelemben a zenéiben, ő ennek a fajta pozíciót, szerepet autentikusan hozta. Én azt is mondanám, hogy ez nem is szerep, hanem ez maga az Zsámbó Jimmy, és ebben az értelemben ő nem vár senkitől sem ennek elismerését, vagy pedig befogadását. Az egy más kérdés, hogy vajon mennyire kezelte őt tehetségéhez mélten a kortárs kultúripar, vagy éppenséggel zeneipar, de azt hiszem, hogy ennek a fajta perifériára szorultságát is elviseli az ember, amikor a rajongói királynak hívják. Akiknek bocsánatot, és akiktől bocsánatot kellene kérni Zsámbó Jimmy kapcsán, azok leginkább azok, akik egy pofátlan lenézés kultúráját fognatisítottak Zsámbó Jimmy által képviselt világ kapcsán, amely világnak ő a médiuma volt, és akiktől elnézést kellene kérni, azok az Zsámbó Jimmy hallgatók, akik lehet, hogy ízléseinktől, esztétikai világnézetünktől, vagy politikai világnézetünktől távol állnak, de tetszik, vagy nem, ezekben a dalszövegekben ismertek magukra, szerelemre, csalódottságra, reménytelenségre, és az ő világuknak a megértése és befogadása az egy társadalom szempontjából alapvető. Kétségkívül a Csepel-szigetiek, ahogy György Péter fogalmazott egy vonatkozó írásában, a hőse, a királya, a médiuma, és ne felejtsd el, hogy azok a sztárok egy jelentős ez a mai napig, amikor megfelelő forintra tesz szert, akkor az első dolga, hogy egy lakóparkba beköltözik, vagy egy Budánra költözik. Zsámbó Jimmy élete végéig ott maradt, akik őt szerették, akik őt királyá tették, most nyilván metaforikus értelemben fogalmazok. Tehát ebben az értelemben nem felejtette el a hátországát, és nem felejtette, hogy az ő uralkodása az azáltal értelmezhető, hogy embereknek vannak fájdalmaik, embereknek vannak roncsolt érzései, embereknek vannak reménytelen pillanataikban is remény, és ezt a reményt a dődalai jelentik, és nem is hagyta őket magukra. Biztos vagy benne, hogy őt lenézték? Médiadiskurzusokról beszélünk, vagy anekdótákról beszélünk, vagy arról beszélünk, hogy ahogyan, amilyen emlékezete van Zsámbó Jimmynek, akkor rögtön az az első visszatérő toposz, hogy bár kétség kívül nagy tehetsége volt a hangja, de mégis olyan ízlésvilág, öltözködési kultúrát és olyan gicses szentimentalizmust képviselt, ami alapján bár lehet, hogy a hang az magas kulturális sorsra méltatott, de a forma, amiben ezt hozta, azért az mégiscsak ezen a magas kulturális rendszeren kívüli. Az, hogy ő mennyire érezhette úgy, hogy, vagy fájhatott neki, hogy bizonyos értelemben tehetsége vagy a hangja alatt ítélik meg, abban azt gondolom, hogy lehet, hogy sok tekintetben válasza az az életút, ami bizonyos értelemben nem mondhatni, hogy a halála az nem sorszerű lenne. Befogadták őt? Nekem volt egy olyan érzésem, hogy például ez a Presser, Demjén, Charlie, Szörényi féle, mondjuk generáció, nagy nevek, mindig egy picit távol tartották magukat Zsámbó Jimmytől. Én ezt jól gondolom? Igen. Na most válasszuk kettő, ugye azt tudjuk, hogy a Zsámbó Jimmy az rendkívül sikeres énekes volt. Tehát ha megjelent egy lemeze, akkor rögtön mindig megkérdezték, mikor jön a Jimmy lemez? És akkor eltették rögtön más hónapokra. Tehát fölösleges azonos időszakban lemezt kiadni. Ez nem szereti a szakma, mondjuk meg őszintén. Irigyek voltak? Ez egyik részében biztosan. Tehát azokra a sikerekre, azokra a lemezeladásokra, azokra a slágerlista helyezésekre biztosan. A Jimmynek nem volt másra szüksége olyan értelemben, hogyha elment a színpadra, nem vártak, hogy hány zenész barátot hív meg, ki lesz esetleg a duettpartner, ő egyedül meg tudta csinálni a sikerét. És ugye a szakma az azt mondja, hogy ő hát nem sorolták a lakodalmas énekesek közé, tehát a szórakoztató műfaj volt egyértelműen, hanem a sehova nem sorolható ez a Zsámbó Jimmy világa.
És ezzel nem nagyon tudtak mit kezdeni, de Jimmy ezzel nagyon jól járt. Ugyanis... Ebből bántotta? Nagyon bántotta, de jól járt egyébként. Csak nem úgy kezelte, hogy jól járt, hanem folyamatosan azokat a sértéseket kellett elviselnie, és nem is tudta kikerülni. Amit tudunk a történelemből, hogy tulajdonképpen nem hagytak épp felületet a médiában a Jimmy-t, tehát ütötték, vágták. De kik? Az értelmiség? A mainstream? Hát amikor Zambó Jimmy-vel példáloznak negatív irányba, akkor teljesen mindegy, hogy szakmában jön, vagy a médiából, egy újságírónak volt az ötlete, tehát olyan cikket a Zambó Jimmy-ről nem lehetett olvasni, hogy a Zambó Jimmy milyen nagyszerű, hogy ez milyen tömeget vonz, és hogy milyen sikere van a koncerten, és hogy milyen sorok kígyóznak, amikor aláírásokat osztogat. Tehát nem ez volt általában a cél. Ő például lépéseket tett, hogy presszerékhez, vagy a vágyott szubkultúrához hozzáférjen, és teljes értékű tagja legyen? Igen, de hogyha egy szakma ignorálni akarja, akkor tudja ignorálni kedvesen is. Tehát azért mosolygó gyilkosok vannak ebben a szakmában. Ez kimered jelenteni, hogy ignorálták? Igen, egyértelműen. Konkrétan neked is beszélt arról, hogy ő ebbe belehal? Tehát, hogy annyira fáj neki? A sértettség az végig kísérte tulajdonképpen az ő karrierjét. Ez teljesen biztos. Sokat panaszkodott erre. Attila, én úgy tudom, hogy az RTL klub sokáig nem merte megmondani Zambó Jimmynek, hogy a műsora kifulladt, és leveszitek a képernyőről. Miért nem mertétek neki megmondani? Hát az nem úgy van, hogy sokáig nem merték elmondani, hanem sokáig ment a vita azon, hogy ki mondja meg neki. Mert azért ő egy rendkívül temperamentummal rendelkező fiatalember volt, aki amennyire tudott örülni dolgoknak, és amennyire szenvedélyes tudott lenni, annyira tudott azért haragos is lenni, és közönséges, hogyha erről volt szó. Úgyhogy inkább arról volt szó, hogy nagyon sokan tartottak tőle és a reakciójától, és ott hangzott el az a kultikus mondat, hogy Attila, te bérelted fel, úgyhogy te fogod neki megmondani, hogy ki van rúgva. De nem merted neki megmondani? Volt egy pár nap, amikor picit húztam az időt, igen. Főleg azért, mert éppen karácsonyon voltunk túl, éppen más dolgok is történtek az életében, ami miatt nem volt annyira feldobva, amik leginkább magánéleti dolgok, amiket nem én fogok elmondani majd a médiában, hanem majd más, ha úgy gondolja. Úgyhogy én azt gondoltam, hogy egy kis időt adok magamnak. Csak hát aztán jött ez a bizonyos ominózus éjszaka, amikor mégiscsak fel meghívott magához bulizni. És hát ott meg már néhány viszki után tudtam, hogy már most már itt a pillanat, hogy muszáj őszintének lennem. Pláne miután elkezdett nekem nagy terveket mesélni a jövőjéről. Szinte nem is akarta tudomásul lenni, hogy vége? Mondjuk úgy, hogy azért sok mindent lehet mondani róla az érzelmi intelligenciájáról és maga az IQ-ról is, de a megérzései azért elég jók voltak. Tehát nagyon rá tudott hangolódni dolgokra, emberekre is, és ezáltal nagyon jó megérzései is voltak. Úgyhogy ő sejtette azért, hogy itt már valami nem teljesen stimmel, és hogy valami rossz hír vár rá. Csak hát ő olyan volt, hogy azt mondta, hogy akkor ezt hallani akarja, mondjam csak nyugodtan ki. De ki mondtad? Hát nyilván, persze, tehát azon az estén muszáj volt ezt elmondani neki. Lefagyott, összeomlott, haragos lett, indulatos lett, hogy reagált? Hát ebben a sorrendben. Te féltél tőle? Nem féltem tőle, inkább pont attól tartottam, hogy milyen reakciót fog ez kiváltani belőle, ami miatt esetleg mások látják ennek kárát, mert azért neki volt mindig néhány csúnyán szóval kijelölt személy, amin azért ki tudta tölteni a dühét. Ez igaz, nem tartozott rám, de tudni azért tudtam róla. Te láttad őt bizonytalannak? Amikor nem volt körülötte közönség, és a közönség most az nem csak a jegyet vásárló, vagy rajongó, vagy hallgatóról beszélünk, hanem amikor nem volt körülötte közönség,
ez a csúnya szó, hogy slep mondjuk, akkor igen, akkor gyakran. Mások előtt nagyon sokszor szerette magát borzalmasan férfiasnak, magabiztosan is keménynek mutatni. Ha még az nem volt elég, akkor tett arról, hogy még keményebbnek tűnjön, és akkor előkerült, nem tudom, a fegyver, vagy a nagy szavak, hogy őkiket ismer, és mi mindent tud elintézni. De ez egy állarc volt, ez egy majdhogy nem védekezési mechanizmus, vagy éppen, ahogy te mondtad, kompenzálási folyamat volt, vagy reakció. Amikor nem volt közönség, akiknek keménynek kellett, hogy mutassa magát, akkor igenis bizonytalan volt, és amikor egyszer megkérdeztem tőle azt, hogy ő ezt az énjét miért nem mutatja, akkor azt mondta, hogy azért, mert nem akarja, hogy mások gyengének lássák, mert akkor neki vége. Tehát sokszor úgy beszélt, mintha ő nem egy popzenész lenne, hanem valami gangster főnök. De ez valahogy egy ilyen furcsa világ volt az ő fejében, ami így élt. Aztán persze lehet, hogy az is volt, hogy az, ahhoz is köze volt, de azt én már megint csak nem én tudom megerősíteni. Meg ha lett is volna köze hozzá, akkor valószínűleg nem én mondanám el egy rádióinterjúban. Én azt láttam, hogy borzalmasan nagy szeretet hiánya van, és minden, amit tett, hogy megszeressék, az sokszor pont az ellenkezőjét eredményezte. Mert ő valamiért azt hitte, hogy nem azért fogják az emberek szeretni, hogy ő milyen ember, hanem a teljesítménye, az eredménye, a vagyona, a minden másra számított. Tehát valóban itt valamit próbált kompenzálni, de az alapvető gondolat, vagy érzelem szerintem a szeretet hiány volt, amit hát erről sokáig lehet beszélni, hogy ezt honnan hozta, vagy ki által alakult ki, vagy melyik gyerekkori trauma, vagy melyik szülő, megint csak nem az én asztalom. Én ezt láttam, hogy szeressetek, majd hogy nem erőszakosan kívánta azt, hogy szeressék, szeressenek, miért nem szeretnek, jó, nézd meg, hol a autón van, és milyen szép hangon van, és ez a legújabb dolog, miért nem szeretsz? Tehát egy kicsit ez volt benne. Hát visszafelé menni? Nagyon nehéz, mert ha azt mondom, hogy most 2 évig semmit nem csinálok, ez is kell egy olyan belső, ha úgy tetszik, intelligencia, amikor azt mondom, hogy picit sok voltam most. Rengeteg lemezt adtam el, 15-20 műsort, adást megcsináltam egy tévébe, pénzem van, nekem is töltődnöm kell, elmegyek egy picit világot nézni, félrevonulok, kiéheztettem a közönségem. Nem akarok holnap megint Zámbó Jimmy lenni. Ő erre képes lett volna? Nem. Nem. Ha ő megéri azt, hogy közlik vele, hogy a tévéműsorának annyi, szerinted ő hogy reagál? Összeomlik? Nagyon sokszor gondolkodtam ezen, és sokan feltették egyébként ezt a kérdést. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon komoly lejtőre csúszott volna, és hogy milyen meredek lett volna a lejtő, arra én most nem tudok válaszolni, de nem tudom, hogy hol lett volna egy olyan kis visszaugrás azon a lejtőn. Ebbe sem vagy biztos, hogy lett volna. Nem, én nem vagyok benne biztos. Tehát ez olyan övön aluli ütés, illetve nem övön aluli, csak fel kell fogni, hogy ez a szakma, ez a show business, ez ilyen. Ha egyszerűen negyedszerre már nem tud megtölteni a Budapest sportcsarnokot, akkor már egy kisebb helyen fogják megrendezni a koncertedet. Ha nem tudsz annyi nézőt leültetni a képernyő elé, akkor nem te leszel, akkor lehet, hogy eltesztek egy másik adásába, vagy egyáltalán nem leszel. Ezt fel kell tudni fogni, azt kell nézni, hogy addig mi történt. És azt mondja, ez jó volt. Ő erre szerintem nem lett volna képes. Nagyon morbid az a felvetés, hogy ő tulajdonképpen a élete csúcspontján távozott. Tehát, hogy innen ő neki már csak ritkuló levegővel kellett volna szembesülni, vagy lett volna kénytelen szembesülni, ami maga körül volt? Tehát fogyott volna körülötte a levegő? Azzal az attitűddel, ahogy gondolkodott, biztos vagyok benne. De lett volna megoldás, ha esetleg hallgatott volna másokra, mert... Nem hallgatott rátok nem, egyáltalán. Nem, mert biztos vagyok abban, hogyha egy-két nagyobb eseményen vett volna részt egy évben, nem kevés pénzért, és tehát nem ez a mindent akarok, mindenhol fel akarok lépni, mindenhol meg akarom mutatni, és mindenhol nekem kell lenni. Ez nem megy, ez tudomásul kell venni. Ez nem, egyszerűen Jimmy nem tudott otthon ülni. Tehát nem tudta azt meg, hogy hazamegyek szépen, kicsit tévézem, olvasok, elmegyek a barátokkal, nem. Ugyanis
számos esetben tapasztaltam, amikor elmentünk vele egy szórakozó helyre, akár külföldön is, ha meglátott egy zongorát, akkor valahogy el kellett kérni az üzletvezetőtől, hogy ő üljön be. Ez szerinted az diktálta, hogy learassa a figyelmet? Abszolút. Tehát ha nem ő a középpont, akkor vége van a világnak számára. Tehát számtalan esetben, mert külföldön ugye nem tudták kicsoda. És volt, amikor az üzletvezetőhöz, vagy éppen a zenészhez odamentem, megbeszéltem, és pénzt adtam, hogy hadd üljön le, itt egy magyar előadó, és nekem van egy-két kedvenc dalom, és a jó kedvem van, hadd játszon, és most képzeljék el, elvállalná. Tehát promotáltam. És leült a zongorához, és valóban odafigyelt mindenki, ez micsoda? Hát ez nagyon jó. És akkor volt boldog. Tehát egyszerűen fókuszba került, és azt mondja, hogy na, akkor most már másképp fogtok rám figyelni. Tehát neki az éneklés volt a pajzsa is tulajdonképpen. Ugye a gyerek az a sírással hívja magára föl a figyelmet, és azzal érje el, amit szeretne. A Jimmy mindig az énekléssel és a zenéléssel akarta elérni, és el tudta érni, hogy a figyelem középpontja legyen. Valami fajta tragikus véget, valami tragikumot láttál gomolyogni az ő személyiségében? Egyáltalán nem. Én... ahogy egyébként más esetleg a mai napokban is aktuálissá vált celebritásnál is gondoltam volna. Én azt gondolom, hogy nem csak, hogy vártam, vagy reménykedtem, hanem talán azt is mondanám, hogy járt volna nekik egyfajta redemció, egyfajta megvilágosodás. Nem akarok most elmenni a spirituális irányba, de azt gondolom, hogy ő például előbb-utóbb ráébredt volna bizonyos dolgokra, legyőzött volna bizonyos démonokat, és azt gondolom, hogy ő tudott volna, hogy is mondjam, normalizálódni fejben is, meg szívben is, és lehet, hogy az, hogy például a műsorát levették, az lehetett volna az első lépés. Tehát ahogy valaki folyamatosan egy sikert a másik siker után gyárt, akkor az csak eteti ezt a bizonyos telhetetlen egót, és amikor meg egyszer csak valami nem sikerül, akkor az mindig egy picit a realitás talajára visszahúzza az embert. És ez nála is megtörténhetett volna szerintem. Nem volt már lehetősége vagy ideje, hogy ezt bebizonyítsa sajnos. Egyet mondj még meg, kérlek, ha Zámbó Jimmy ma élne, és most a show business törvényszerűségeit, normáit, kódjait veszem alapul, 2022 az ő világa lenne? Teremne neki még babér, vagy ez a Jimmy kultusz azért kipukkadt volna? Én azt gondolom, hogy a mai világban aki autotune nélkül így tud érekelni, annak mindig lesz helye a világunkban. Volt, de nem volt hajlandó kimutatni, csak aki jól ismerte, az pontosan tudta, hogy most éppen mit gondol. Tehát aki jól ismerte, látta, hogy most figyelj, most a kiabál. Ha nagyon kiabált és nagyon csapkodott, akkor lehetett érezni, hogy most nem tudja a megoldást, de nincs más kiút, hanem csak az üvöltözés és a mindenki hülye, nyilvánvaló. Tehát egyszer azt mondja, hogy figyelj ide, Jós Pisti, én egyszerűen ezt elszúrtam. Tehát ez a beismerő vallomás, ez hiányzott. Tehát egyszerűen az volt a legnagyobb baj, hogy azoknak sem mondta el tulajdonképpen a bocsánatot, nem csak azok, akik megérdemelték volna, hanem nem tudta azt, hogy a legjobb pillanatragasztó bocsánat, és apró szilánkokat is képes összerakni, és nem ismerte ezt a szót, vagy ezt a gondolatmenetet. Ez egy nagy baj volt. Ő mennyire vette a szívére, hogy bárdolatlan viccek tárgya Magyarországon? Hát ezzel nem tudott mit kezdeni. Ezt nyilván elmondtam, hogy az irigység az nagy ellenfél, ezzel megküzdünk, nagyon jó. Jimmy, már megint rólad beszélnek. Hát mondom, nem fogják azt mondani, hogy te milyen jól énekelsz, hát az evidencia. És mondom, figyelj ide, aki írta, mutassa meg a csaját. És mindig így megnyugodott, mondom, neked milyen csajaid vannak, Jimmy? Hát aki írta szerinted, a kezét nem csókolhatná meg. De ki kezdte az ő férfiúi önérzetét? Hát itt is egy kompenzáció volt, ha azzal akart bizonyítani, hogy én minden csajt meg tudok szerezni, akit akarok, mert én egy olyan pasi vagyok. Ez is kompenzáció volt. Lehet, hogy válasz ezekre a otromba viccekre. Abszolút. Tehát abszolút egy olyan válasz volt, hogy na most akkor mit akartok? Most akkor mi nincs? Pénzem is van, a legjobb nőim nekem vannak, mindenkinél jobban énekelek,
Mit akartok tőle? Ő szerinted mi volt voltaképpen? Egy arrogáns, erőszakos ember, egy nagyon sérülékeny művészember, egy ilyet csepeli fiú, aki nem nagyon tudta, hogy mi történik vele, vagy a vége felé már egy nagyon megzavarodott ember, aki Isten igazából nem tud közlekedni ebben a koordinátorrendszerben, amiben belekerült. Egy nagyon érzékeny ember, rendkívül érzékeny, hiszen azért akár, hogy nézzük, de tényleg énekes zenész, aki nem volt erre a világra felkészülve. A nyilvánosságra, a showbizniszre? Ne, a világra nem volt felkészülve. Volt neki egy kis doboza, egy kis sáv, egy egyirányú utcája, amiben szépen bement, és nem gondolta, hogy mennyi minden jármű jön vele szembe. Azt hitte, hogy egyedül mehet a járművével. Tehát ő igazán nem volt ideje arra, és nem, a körülmények nem engedték, hogy ő valamilyen szinten műveltebb legyen, tájékozottabb legyen nagyon sok területen, és éppen ezért nem tudta magát kifejezni másképp, csak az esetleges arrogáns stílusával, durvasággal, sértésekkel, és ma ez is kompenzáció volt. De e tekintetben ő érezte neki hiányát? Műveltségbéli hiányosságon kapta ő magát? Tehát belül szorongott? Ő nyilván tudta. Ő nagyon jól tudta, hogy nem beszél angolul. Ugye? Tehát kinélt Amerikába. Mondom, ő is nagyon jól tudta, hogy nem beszél angolul. Tehát azért a sok volt az ellenmondás. Tehát, hogyha 3 évet kín vagyok Amerikában, akkor azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, hogy valamennyire csak beszélek angolul. És ő egyáltalán nem beszélt? Ő nem beszélt angolul. És akkor ezzel én választottam, hogy miért vagyok szkeptikus bizonyos olyan híreket illetően, hogy Amerikában miért nem fogadott el ilyen vagy olyan szerződést. Nem fogunk belemenni a baleset részleteibe. Inkább az érdekelne engem, hogy téged meglepette az a fajta vég, ami végül is őt érte. Ez a fajta felfokozottság, erre akarok kiukadni, ez a fajta felfokozottság, ez a két végén égettem a gyertyát, ez a fajta hihetetlen nyughatatlanság, ami jellemezte őt, amennyire én tudom, hogy ez kódolta-e, involválta-e azt, hogy ennek bizony nagyon rossz vége is lehet. Megdöbbentem, amikor nyilvánosságra került ugye a halálhíre, de magán azon, ami történt. Tehát az, hogy megtörtént, tehát ahogyan történt, az, hogy az Ámbó Jimbe kódolva volt, lehet, hogy más területen, lehet, hogy az alkohol az, ami legyőzi, vagy esetleg hozzányúl a később a drogokhoz, vagy felelőtlenül motorra száll, és az éjszakába erősködik. Ezek előfordultak? Ezek előfordultak, vagy előfordulhattak, tehát benne volt minden, hogy az indulat, ami benne van. Az, hogy egy ilyen véletlen baleset történt, ez egyébként az ő élete valahogy arról szól, hogy nem volt elég körültekintő, tehát jobb valamit nem tudni, mint rosszul tudni. Mert ugye, aki ilyen fegyverekkel foglalkozik, az ugye egyértelmű, hogy megnézem annak minden részletét, hogy az hogy működik. Tehát olyan, mintha valaki tulajdonképpen egy oktatásról kiszalad, és nem hallgatja meg a végét, vagy egy Agatha Christie könyvnek az utolsó lapját nem olvassa el, hogy mi a lényeg, én már úgy is tudom. Tehát nagyjából ez a fegyverben is az volt, hogy én tudom, nem tudta. Tehát általában ez a felületesség az, ami végkísérte azért az életét, és itt sajnos egy ilyen végzetes következménnyel járt. Két kérdésem van, mind a kettőre légy szíves, igennel vagy nemmel válaszolj. Ha ő nem lesz országos sztár, el tudod képzelni, hogy ő még most is él? Szerintem nem. Tehát ettől függetlenül ez a két végén égetem a gyertyát, nyughatatlanság a személyiségéből fakadva. Igen, személyiségéből fakadva. Mert ha nem lett volna sztár, akkor ugyanúgy megtörténtek vele olyan dolgok, mert pont az, hogy nekem semmi nem sikerül. Tehát a csalódottságában biztos vagyok benne, hogy hát ugye 2022 van. Szerintem nem ilyen. És még egyre válaszol, hogy mindent összesítve, összevetve, az ő életét, személyiségképletét, a belső lelki világát is. Szerinted ő egy irigylésre méltó ember volt?
nagyon-nagyon sokan irigyelték, nem láttak be ugye a backstage-be a függöny mögé. Kétségtelen, hogy azóta sem született hasonló tehetség, azért ezt sokan el akarták foglalni a helyét. Tehát volt mit irigyelni tőle, de hogyha az életéről beszélünk, és jól kibontva valaki ránéz, biztos, hogy nem kérné szépen. Még egyet mondj meg, légy szíves, szerinted ő egy pozitív, vagy egy tragikus hős? Akkor járnék el rosszul, ha ezt a kérdést én válaszolnám meg, és akiknek ezt a kérdést meg kellene válaszolniuk, azoknak a hangját azt viszont ritkán szólaltatják meg, és ritkán beszélnék. Zámbó Jimmynek, hogy milyen hős volt, és milyen ember volt, azt azoknak kell megválaszolni, és azoknak a hangja ér itt valamit szemben az enyémmel, akik őt királlyá tették, királlyá emelték, és így tekintettek rá. Ez az ő kérdésük, és helyettük azt hiszem, hogy nem szabad válaszolni, mert azzal Zámbó Jimmy emlékezetébe teszünk egy olyan lehasítást, amit már egyébként is sajnos az utókor nagyon sokszor elvégzett.